Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi jóslás november 14-éig. Ezen a hétvégén találkozik Hold Neptun bolygóval, és együtt fognak hatni. Kettőjük között van egy hasonlóság, hiszen a Hold energiájánál is, a Neptun bolygó energiájánál is érzelmekről van szó. Az intuícióról, az inspirációról, a vágyakról, a reményekről és az álmokról. Tehát most hétvégén egy álom áll a középpontban. Ez lehet a te elképzelésed, de lehet az is, hogy valaki álmodozik rólad. Van múlt, van jelen, és van jövő. Először megnézzük a múltat, vagy a te emlékeidet, vagy ami őt illeti. Itt ez a kettes szám utal egy párkapcsolatra. Te és ő. Amennyiben hivatalos dolgokról vagy munkahelyi témákról van szó, akkor ez lehet egy szerződés is. Itt a kardok jelentik a levegő elemét, és az utal kommunikációra. Ő beszélni akar veled a múltról, keresi veled a kapcsolatot. Itt ez a könyv jelentheti a tanulást, de ez korábban be volt csukva, tehát utalt az ő zárkózottságára, de most úgy látom, hogy ez a könyv nyitott, és ez azt jelenti, hogy ő nyitott érzelmekről beszélni, keresni fogja veled a kapcsolatot, és beszélni akar veled a múltról. A háttérben itt van ez a boszorkány. Tehát valaki van nála a háttérben, aki rossz indulatú vele szemben. De mivel itt van a szemüveg, és jól látja most a dolgokat, kinyitotta a könyvet is, tanult ebből a helyzetből, felismerte azt, hogy ez a személy gonosz, ez egy bosszi, és ő elfordul ettől a helyzettől, vagy ettől a személytől, és itt látható, hogy győzni fog a bossi felett. A tízes szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik, és itt megjelennek megint a kardok, ugyanúgy, mint itt, és az utal a levegő elemére, és a levegő eleménél mindig kommunikációról van szó. Tehát ő beszélni akar veled, hiszen lezárta a múltat, elfordul a boszorkánytól. És most megnézzük a jelent. Menj a magad útján, legyen egy irány, ne tekints vissza a múltra. Ha ő szeret téged, követni fog. És ha nyitott arra, hogy beszéljen a múltjáról, akkor azt meghallgathatod. De jelenleg az a fontos, hogy te tekints egy új irányba, hogy nálad legyenek változások. És hogy javulnak a dolgok, ez így lesz, ezt meg is érdemelted, hiszen itt van ez az arany érem a kezedben, ez utal a te értékeidre, a te belső értékedre is, tehát megérdemled azt, hogy megvalósítsd az álmaidat. És akármilyen irányba tekintesz, haladsz, ő követni fog téged. Amit még ez az arany érem jelenthet, ezek az anyagiak, itt is kezedbe veszed a dolgokat,
utalhat a munkádra is. És itt lesz egy ugrás előre. Javulni fog a helyzet, lesz valami örömteli az életedben, és megvan itt ez a könnyűség, hiszen úgy látható, te repülsz ezen a fehér lovon. Akkor is, ha a hídon vagy, ami azt jelenti, hogy nálad ez még egy átmeneti időszak, de az irány, az megvan, ezek a célok, és ezt el fogod érni, és megérdemelted azt, hogy nálad is meglegyen ez a siker. És most megnézzük a jövőt. Ez a férfi figyel téged, de nem rossz indulatú, hiszen itt van a szerencse, és ez a szerencse, ez a boldogság beköszönt a házadba. Ez a ház jelenti az otthonodat. És nem csak az otthonra utal, hanem a környezetedre, a családra is. És itt van mellettetek a szerencse. Azon kívül ez a férfi is megjelenik itt, itt lesz egy találkozás, hiszen ő közeledik hozzád. Miért? Mert beszélni akar veled. Ezt mutatta itt ez a kártya. És én kívánok neked egy szép hétvégét, nagyon sok szeretettel, Denderrel.